Szépen emlékű Árkus József mondta halál előtt néhány nappal, amikor mondhatám azt, hogy sajnos nekem adta utolsó tévés interjúját, és megkérdeztem tőle, hogy mondja már egy jó politikai viccet. És így rám nézett ilyen csillogó beteg szemek, és azt mondta, hogy azt tudjuk, hogy mi lesz, de hogy addig mi lesz. Azt tudjuk, hogy mi lesz, de hogy most mi volt eddig, azt is legalább jön nehéz megmondani. Fura keszekos a világ ez. Az biztos, hogy legkésőbb 2014-ben törvényhozási és helyhatósági választások lesznek. Addig még nagyon sok mindennek ki kell alakulni, ezért kérdeztem, hogy addig mi lesz. Ugye a nagy kérdés végtelenül egyszerű, mostanában arról szó, hogy lesz ellenzéki összefogás, illetve hogy hogyan lehet azt létrehozni, ki lehet annak a vezetője. Nézd, mert az első perctől összefogáspártiak vagyunk azzal együtt, hogy nyilván sokakkal van ilyen-olyan vitánk, de a lényegben, ami miatt kell az összefogás, hogy helyreállítani a köztársaság alkotmányos rendszerét, visszavezetni ilyen nyugatos polgári úton Magyarországot, abban szerintem nincs az ellenzéki pártok mozgalma között érdemi vita. Ezután persze már sok mindenben lehet nézni is. De az is világos, hogy a szereplők nem mindegyike gondolkodik így, húzódozik személyes, szervezeti, ízlésbeli, hatalmi érdekből. Az együtt 2014 és Bajnai felbukkanása az rendesen felkavarta a állóvizet, az ellenzéki állóvizet, senki nem volt képes megújítani az ellenzéki politikát. Nem kétséges, hogy ma hozzájuk való viszony egyik legizgalmasabb kérdés, meg az, hogy ők ugye viszonyulnak a többiekhez. Nem kell egy macskát járni, de egyébként sem gondolja azt, hogy Gordon ambíciója ne az lenne, hogy vezessen egy ilyen összefogást. Hát éppen az adja Gordon erejét, hogy sokakkal szemben róla azt gondolják sokak, hogy nem taktikázik. Azt szerintem egy nagyon tisztességes, demokratikus ambíció, hogy kérem szépen, szerintem képes vagyok ezt megcsinálni, ezt vezetni akarom. Nem gondoljuk, hogy nem tudom, sportlisztenek jelentkezik be egy következő. Mégis, hogyha úgy tetszik, időben megmérettek-e magát, és akkor ki fog mondani a kapcsolatban. Miként tekint Bajnai Gordonra a Milla tüntetés, hogy mégis sokas? Egy emberre a sok közül, vagy vezetőként? A vezetőként. A vezetőként. Hát te is így tekintesz rá. Nagyon szemérmes a magyar politika. Ez még az állampártból jön, amikor azt mondták a vezetők, hogy majd azt csinálom, ahol engem majd küld a párt. Szerintem tisztán kell látni. Nagyon-nagyon kevés az időnk tényleg a megoldandó feladatok sokaságához. És azokkal jöttek egyet, akik azt mondják, hogy ma az ellenzéki oldalon a legalkalmasabb személynek ennek a bonyolult szövevény integrálásához egy később korlátozások Bajnai Gordon. Mitől kell félnem? Mitől tabu? A dolgot eldönti, hogy az MSZP-t képesek-e integrálni, vagy sem sokkal. Szóval, ha az MSZP-t nem képesek integrálni, bármi oknál fogva, akkor ez csak egy újabb ellenzéki gyólus lesz, amely két osztatóvá teszi az ellenzéket, egy a szocialista párt is környéke világ lesz, egy meg a Milla, a Haza és Haladás Bajnai környéke világ lesz. Ez a legnagyobb dilemma. Hogy látod jelenleg az információk, vélemények, megnyilvánulások alapján, hogy széles a paletta az ellenzéki oldalon? Kezelhetően széles? Nem értem a kérdését. Lehet ezt kezelni? Lehet ezt összehozni? Ha nem több a célkitűzés,
mint egy új kétharmad létrehozása, hogy legyen új alkotmány és térjünk vissza a korábban alapvetően a kormány és ellenzék kompromisszumán nyúló alkotmányok rendhez, addig igen. Ezt követően már nem, de ott már nincs is szükség kétharmadra. A viták nagyjából világosak. Az MSZP-n és az LMP-n belül van egy vita, hogy szabad-e, kell-e egy szélesebb együttműködéshez. Egy csatlakozó az MSZP-ben az egyik irányt, a Mesterházi Attila képviseli, aki még a pártja erejét szeretné növelni, és még nem akar válaszolni az együttműködés kérdését, mondjuk a másik irányt, azt a Botka, a párt második embere. Ez egy nagyon izgalmas, de legitim vita. Ez nem tudom, mikor fog eldőlni. Az LMP-ben ott van Schiffer, aki sem baj, nem sem az összefogást nem támogatja, és ott van Karácsony és Jávor Benedek, aki pedig igen. Arra számítok, hogy a novemberi LMP-s, talán kongresszusnak hívják ők a legfőbb szervüket, az egyébként a Karácsonyék sikerét fogják hozni, és a Jávor is sikerét fogják hozni. Nem tudom, hogy akkor mi fog történni a Schiffer-féle irányvonallal. Ez egyébként érdeke az Együtt 2014, hogy először az LMP-t szerezze meg magának. Aztán van a másik dilemma, mert kár lenne hallgatni, hogy nagyon sokan, különösen az LMP-ben Villa környékén, erős vitában vannak én velem, illetve a demokratikus koalícióban, és mondjuk akár 2006 megítélésében, akár az előző 22 év megítélésében van érdemi különbség. Én ezt egyébként áthidalhatónak tartanám, hogyha csak ez lenne a vita. Ha ez erős személyes vitává akarja valaki tenni, akkor meg kicsi a tartalomhoz fog szólni. Jó, egy picit váltsunk témát a te mostani, meg az elmúlt napokban, hetekben lévő programoddal kapcsolatban. Járod az országot. Nem nagy városokban mész, nem nagy gyűléseken tartasz, hanem megfogod a lapátot. Mi ennek a hozadéka? Nézd, én egy szegény gyerek voltam gyerekkor, de ma már, hogy mondjam, módos embernek számítom. De nem csak én, hogy valamennyi parlamenti képviselő 3-4-500 fontot keres legalább. Hát az Magyarországon ma jobb pénznek számít. Az ember végtelenül könnyen elfelejti, hogy honnan jött, meg hogy van másik arc is Magyarországnak. Nagyon más ezt érezni. Mi legtöbbször családokhoz kérdezkedünk be, mesél magukról, lássuk, hogy élnek, kifejezetten szegényebb családokat. Én iszonyatos nyomort látunk. Tudjuk, hogy nem ez csak Magyarország. Hát vannak elfogadhatóan, vagy jó idejű emberek is, de látni ezeket a sorsokat, hogy hány arca van a szegénységnek, hogy milyen más az arca itt Dunántúlon is, mondjuk Battonya környékén, hogy hányfajta cigány szegénység van. Erről lehet olvasni nyilván tanulmányt, megjelentést, de más emberben helyezkedve, amikor megkérdeztük, hogy mutassa már meg a hónap közepén, mennyi lisztje van. És van neki egy fékidő lisztje, cukra már nincsen, és azt mondja, hogy hát ilyenkor az van, hogy ne fél vacsorába eszünk egy kis liót, van még egy kis maradék méz, a gyerekek pedig arra futja, hogy ezt szeret üres könyvet elhozni a iskolába. Ezt azt mondom, hogy jó látni. Jó látni azt, hogy szerintem sokkal többen akarnak dolgozni. Nem azért szegények az embereknek a többsége, mert nem akar dolgozni. Belegebed, és nincs a környéken munka. Ez akkor, mint a szociális rendszerről tárgyalunk, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon mély a lélekben beleírható tanulságra van. Baloldali lesz az ember, mert azt gondolom, hogy az ember ilyet csinál. Nyilvánvalóan ezek tapasztalatok akkor hasznosak, hogy ezeket valamiképpen nyilvánosságra lehet hozni, mert nyilvánosságra kell hozni, egyértelműen. Ugye, amit mi, ahogyan élünk itt 4 hete, arról folyamatosan jelennek meg anyagok a saját honlapunkon, Facebook oldalon, képek, írások, szövegek. De ennél talán majdnem fontosabb, hogy mi, amikor megalakultunk, akkor elfogadtunk egy 40 oldalas politikai alapvetés, hogy mi hogyan gondoljuk az országot. Ezen a bázison most készül a párt részleges programja, ezt a február 2. kongresszus fogja elfogadni. Na most ezt nyilván írja egy csomó szakértő, de végül a politikusok mondják azt, hogy erre kell menni, vagy arra kell menni. Azt hiszem, a tapasztalatok legvégül oda fognak beépülni. És az, hogy ennek a programnak egy erős szociális karaktere lesz,
amely azt mondja, hogy nem lehet bűnként tekinteni a szegénységre, és nem lehet őket magukra hagyni, és nem lehet őket büntetni és megalázni. Ebben biztos vagyok, hogy ilyen lesz az alapkarakter, abban lesz szerepe annak, amit itt ebben a négy hétben mi láttunk. Befejezésre egy kicsit személyes kérdés. És azt hiszem, hogy nem durva, mert akitől az ered, őt úgy hívják, hogy Heller Ágnes. Az elmúlt pénteken itt Köszönténben vendégeskedett, kísértük, és utána egy vacsoránál, fehér asztalnál szóba került a politika, és szóba kerültél te is. Azt mondta a Heller Ágnes, hogy a Feri, így mondta, szó szerint idézem, a Feri az egy jó ember, de rossz politikus. És akkor így ránéztünk, meg mindenkinek, meg a kezére megállt a kanál, meg a kés, és azt mondja, hát azért rossz politikus, mert jó ember. Mi nagyon jó viszonyban vagyunk. Gondolom, hogy épp ezért mondtad ezt. Van ebben, szóval az egy igazi nagy dilemma, és erre egy párszor beszéltem, de mindig sokféle értést is okozott, hogy a hétköznapoknak, a magánvilágnak bizonyos szituációban, politikában nem egyszerűen kártékony, hanem életveszélyes. Én szerintem azon kevés politikusok közé tartozom, akik nem nagyon használnak más nyelvet a politikában, mint a magánvilágban, egy interjúban. Akinek a politikai dilemmái nagyon közel vannak a privát dilemmához. A mindennapi élet. Igen, és be kell látnom, hogy ez nem jó. Szóval a politikának más szabályai vannak, a választók ezt nehezen fogadják el, hozzáteszem. Abban az illúzióban engedik magukat, hogy ez ugyanolyan, mint a típusok a konfliktusok, mint két szomszédnak a konfliktus, miközben nem. Nem fogok megváltozni, 51 éves vagyok, lehet. Ha lesznek politikai sikereim, akkor ezzel együtt fogom elérni, ha kudarcim, akkor is. Nincsen 3-4 fajta gyurcsány.